Országos második helyezéssel jutalmazták a Halas Televízió híradóját. A mellettem látható díjat a Helyi Televíziók Országos Egyesületének tegnap megtartott rendezvényén vehette át stábunk Hajdúszoboszlón. A neves szakemberekből álló zsűri véleménye szerint jól érezhető, hogy a kiskunhalasi hírműsorok a nézőkről és a nézőknek szólnak minden hétköznap este. A Halas TV híradója klasszikus példája annak, hogy mitől lesz valami helyi hírműsor. Napjainkban Magyarországon mintegy 500 helyi televízió működik, közel 90-en tagjai a Helyi Televíziók Országos Egyesületének, ők vehettek részt az idei helyi értékdíj megmérettetésen. A Hajdúszoboszlón megrendezett ünnepségen hirdették ki a különböző kategóriák díjazottjait. A Halas Televízió hírműsora országos második helyezést ért el. Sok a víz az utcában, kevés a víz a tóban. Ez egy kisvárosi tévé legfontosabb feladata, észrevenni az ott élők problémáit és reagálni rá. A híradó kategória szakmai zsűriének tagjai szerint fontos, hogy egy szerkesztőség a műsoraiban a város lakóit érdeklő témákat dolgozzon fel. Tipikusan azt mutatja be, hogy mi egy helyi televíziónak a feladata, a helyi problémákra érzékenynek lenni, a helyi problémákra reagálni. Gondolok itt az egyik utcacsapadék víz elvezetéses problémáira, illetve a fehértói tó vízhiányára. A második helyezés indoklásakor az influenza elleni védőoltással foglalkozó tudósításunk záró képsorait is kiemelték. És kész is vagy. Nagyon ügyes voltál. Hát ennyi volt az oltás. A szakemberek azt mondják, hogy érdemes lenne minél több embernek, minél hamarabb beoltatni magát influenza ellen. A riporter aktív szereplője volt ennek a történetnek. Ugye más esetben nem jó, hogyha egy újságíró részes a történetnek, de ez most nem az a helyzet volt. És amivel a bátorságra utaltam, az, hogy egy stand-upot sok esetben többször felveszünk, belebakizunk, nem jó, vegyük újra, kezdjük újra. Itt ugye nem volt erre lehetőség, mert a riporter saját maga megkapta az influenza elleni védőoltást, és mindeközben, ha nem sikerült volna a stand-upja, akkor nem lett volna mód újra felvenni, gondolom még egy védőoltást nem akart volna a riporter sem felvenni. A szakmai díjjal a zsűri a Halas Televízió egész stábjának munkáját ismerte el. Nagyon nagy köszönet a stáb összes otthon lévő tagjának, köszönjük szépen a városnak is a támogatást, hogy hisznek abban, hogy minden településen kell, hogy működjön egy helyi televízió, aki tényleg, ahogy a zsűri tagok elmondták, helyi problémákat dolgoz fel, és a helyi embereknek szól. De én úgy gondolom, hogy nézők nélkül a mi munkánk nem érne semmit. Nekik is nagyon nagy köszönet a támogatásért, a bátorításért, és én külön kiemelném még azokat, akikhez mi az utcán oda menjünk ezzel a mikrofonnal, és megkérdezzük a véleményüket. És ők nem mennek tovább, nem hagynak ott bennünket, hanem igenis sokszor kisebb, nagyobb témákban, komolyabb vagy talán komolytalan témában vállalják a véleményüket, elmondják, hiszen csak így tudjuk bemutatni a jelenkori Kiskunhalast a jövő generációknak. Ez már a Pont című ifjúsági műsor, a Halas Televízió középiskolásoknak szóló magazinjáról is pozitív véleménnyel voltak az ítészek. A Pont című magazin tulajdonképpen unikum volt a mezőnyben, mert egy kifejezetten fiataloknak szóló műsor készült itt, és nem csak televízió képernyőre, hanem egyéb platformokra is gondoltak a szerkesztők, és ezt egy nagyon nagyra értékelem. Ugye a Facebook, mint az Instagram felületeket is használták, illetve a két műsorvezető nagyon jól működött. Valóban a korosztályokhoz szóltak az ő nyelvükön, és igazán dicséretes volt a köztük lévő interakció, a kicsi évődés, de az nem haladta meg a jó ízlés határát, úgyhogy egy tempós, valóban a célközönségnek szóló magazin.